Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban ezt az ajándékkísérő címkét fogom elkészíteni, ami nem csak így karácsonyhoz közeledve jó dolog, hanem az év bármely szakában, ráadásul se percig nem tart meghorgolni, úgyhogy bármikor elő lehet kapni egy horgolótűt, egy nekünk kedves, vagy akár az ajándékozottnak kedves színű fonalat, és már is el lehet készíteni. Egy kis méretinformáció, ezt két és feles tűvel és a két és feles tűhöz illő pamutfonallal horgoltam. Ez 5,5 cm, és a magassága az pedig 9 cm, és akkor jöjjön pár ötlet a díszítésre. Hát először is, hogyha a megajándékozott kedvenc színével készítjük el, akkor az már egyedivé varázsolta a címkénket, de vannak például nekem itt ilyen kis mézikéim, ilyet is rá lehet varni. Aztán jönnek megint ezek a kis gombocskák, ezek a gyöngyház gombok. Ezeket is fel lehet rárakni. Aztán vannak nekem még itt ilyen kis szívecskék, ilyen fém szívecskék. Ezt is felvarhatjuk rá. Aztán a felakasztásnak is rengeteg módja van, például lehet egy ilyen nagyon egyszerű zsinek, vagy akár egy selyemszalag, vagy abból az anyagból, abból a fonalból egy szálat fűzhetünk ide, amiből horgoltuk, vagy akár ugyanilyen fonalból, de más színből, tehát bármi megoldható. Vagy ha már itt van ez a más szín, akkor megtehetjük azt is, hogy ezt itt belefűzzük, és egy masnit kötünk belőle. De egy másik színű fonallal, vagy akár egy vékonyabb fonallal a monogramot is belevarhatjuk a címkébe, és akkor már is könnyű lesz kitalálni, hogy kié is az az ajándék, úgyhogy rengeteg féleképpen lehet díszíteni. Én most csak az elkészítését fogom megmutatni, ami nagyon egyszerű. Lássuk! 10 láncszemből készítettem egy sort, egy láncszem emelés, a tűlévő szálltól a második láncszembe kezdek horgolni, és rövid pálcát készítek. És végig a soron ezt teszem, tehát összesen 10 rövid pálcám lesz. Egy láncszem emelés, fordulok, ide készítem az elsőt, szintén rövid pálcát, igazából itt végig rövid pálcákat fogok készíteni, ebben a sorban is. Tehát ez a második sor, és én összesen 14 sort horgoltam. A 14. sor után egy láncszem emelés jön, fordulok, és először is készítek egy kúszó szemet, tehát áthúzom a fonalat, vagy mindjárt áthúzom ezen a szálon is. A következő az szintén egy kúszó szem lesz, tehát itt kettő követi egymást, és innentől egy ráhajtásos félpálcákat fogok horgolni. Először itt ezen a három láncszemen fogok, pálca tetején fogok dolgozni. Egy ráhajtás a tűre, ezt átugrom, és ide a másodikba öltök, áthúzom a fonalat, és ezt a három szálat egyszerre horgolom le. És ebből készítek még négyet, ugyanide. Ráhajtás a tűre, beszúrok, áthúzom, és egyszerre lehorgolom. Ez a negyedik, és ez pedig az ötödik volt, majd egy kicsit számolnom kell, igen, tehát ide,
ugye az a három, amit mutattam, abból a harmadiknak a tetejébe, egy kúszó szemmel lezárom. Csináltam egy legyező mintát. Most ez a három következik, tehát ide fogok ölteni. Egy ráhajtás a tűre, ezt átugrom, és ez a következő, és itt ugyanígy elkészítem ezt az öt egy ráhajtásos félpálcát. Elmaradt a ráhajtás. Ez a negyedik, és ez az ötödik. És ide jön a kúszószám. Most már mind a kettő elkészült. Ez a kilencedik pálcának a teteje. Egy kúszószemet készítek. És ide a tizedikbe. Szinte már majdnem kész vagyunk. Itt most nem fordulok, hanem körbehorkolom a címkét. Ugye itt már készítettem egyet, készítek még egyet ugyanide beöltve, egy rövid pálcát, tehát beszúrok ide, áthúzom a fonalat, és ezt készítettem ide a sarokra. Aztán készítek még egyet ugyanide beöltve, ez pedig ezen az oldalon lesz. Tehát a sarkokra, mindegyik sarokba, hármat készítek ugyanoda öltve. És ezek már rövid pálcák, tehát nem kúszószemek. Itt pedig minden sorban, ugye ez itt volt, most ide jövök, mindegyik sorba. Itt vagyok ismét a sarok. Nál, tehát egy erre az oldalra, egy magára a sarok részre, hogy szépen kerekedjen, és egy pedig ide. De mind a hármat ugyanabba a pálcába öltöm. Közben ezt a szálat, ugye itt van az alapláncem sornak a kezdő szála, ezt itt lefogom, és el is bújtatom itt a... Tehát itt lefogom, és így lehorgolom. Végig itt az alján. Elértem a címkének a másik oldalára. Itt elkészült az első pálca. Készítek egyet a sarokra is. És ugye itt már a kúszószem van, ebbe beszúrva, készítek itt is egy rövid pálcát, a következő kúszószembe szintén, és aztán így haladok felfelé, még egyet, és ugye ez itt a harmadik egy ráhajtásos félpálcának a teteje. Ide is készítek egy rövid pálcát, egy ráhajtás a tűre, és most egy ráhajtásos pálcákat készítek, mégpedig ide beöltve. Itt, ahol ez a kettő találkozik. Elkészítek egy-egy ráhajtásost, majd még négyet. Tehát ugyanazt csinálom, mint amit itt is, csak itt egy kicsit magasabb pálcával. Ez volt a harmadik, negyedik, és az ötödik. És itt is megkeresem, hogy melyik volt a középső, és oda egy kúszószemmel leöltöm az egyráhajtásos pálcákat. És aztán itt haladok tovább. Mindegyik tetejére egy rövid pálca készül.
és itt elvágom a fonalat. Előveszek egy vékonyabb tűt, és az innentől számított második pálca tetején átszúrom mind a két szál alatt, átszúrom a tűnet, és áthúzom ezt a fonalszálat. Tehát egy ilyen láncot, láncszemecskét fogok ide készíteni. Itt alulról beszúrok, és lehúzom a szálat. És így eltüntetem azt, hogy hol fejeztem be magát a horgolást. Itt pedig hátul, behúzva ide a szálak közé többször eltüntetem a fonalszálat, és majd el is vágom a fonalat, de az a lényeg, hogy itt egy nagyon szép befejezést készítettünk. Ezt pedig ott eltüntetjük. Úgyhogy kész is a következő címke. Próbáljátok ki többféle fonalból, többféle tűvel, kisebb, nagyobb méretben. Szerintem egy nagyon jó pofa kis ajándékkísérő készült.